Megérkezett a 10. intelligens tábla, vagy más néven okos tábla a Kodolányi gimnáziumba. Az iskola igazgatóját, Csöngei Gabriellát kérdeztük arról, hogy miért szükséges az új eszközök beszerzése. Mindenképpen a tanulás támogatás egyik legfontosabb eszköze. A modern digitális kompetenciafejlesztés, érdekesebbek az órák, motiválják a gyerekeket, és tulajdonképpen illik intelligens táblával rendelkezni. Igyekszünk minél több terembe, ez már a 10. Úgyhogy abszolút tanulás támogatás céljából szorgalmazzuk. A gimnázium tanárnőjével, Magyar Juliannával, az új okostáblát kapó diákok osztályfőnökével beszélgettünk arról, hogy miért jó és hogyan működik az eszköz. Hogy néz ez ki pontosan? Tehát, hogyha én tanár vagyok, akkor nem a táblát törlöm le a 2 óra között, hanem betöltöm a megfelelő CD-t az órához? Igen, akár a CD-t, akár esetleg egy weblapon megtalálható feladatot, mint ahogy itt is. Itt alapvetően, hogyha behoztuk a megfelelő oldalt, akkor rákattintva a megfelelő hivatkozásokra, vagy linkekre, így is mondjuk, úgy is mondjuk, akkor bejönnek a feladatok, amiket szeretnénk megoldatni a diákokkal. Most ezek a feladatok, ezek honnan léteznek, tehát honnan szerzik a tanárok? Ez nagyon változó. Vannak, amiket mi magunk találunk ki, vannak, amiket régebbi könyvekből, vagy akár régebbi tananyagokból használunk fel. Oké, és akkor még egy kérdésem, hogy a gyerekek, a diákok hogy használják, hogy kell ezt elképzelni? A diákok, alapvetően ez most, mivel webes felületről hoztam be ezt a feladatot, kétféleképpen használják. Egyrészt otthon is tudják ezt használni, saját tablet, okostelefon, vagy éppen számítógépükön, vagy itt az órán, hogyha bemutatót tartanak esetleg ők maguk ezekből a feladatokból. Miért jó egy ilyen táblával tanítani? A mostani diákoknak nagyon fontos az, hogy interaktív legyen az óra, hogy színes legyen, hogy hangos legyen, hogy mozogjon tulajdonképpen. Ezzel megelőzik a saját telefonhasználatot, vagy a privát használatát a telefonoknak? Azt is, illetve az unalmat is. Kicsit izgalmasabb az óra, jobban leköti őket. De ez 21. századi sajátosság, én azt gondolom. A tanároknak mennyi plusz munkát, vagy mínusz munkát szerez? Igen, plusz és mínusz munkát is. Plusz munkát nyilván az otthoni készülés, ez több óra, akár egy feladat feltöltése, kitalálása, megoldása. Viszont az órán sokkal jobb a hangulat, a diákok jobban érzik magukat, a tanár is nyilván jobban érzi magát, könnyebb motiválni őket ezekkel az eszközökkel. Az okostábla csak egy eszköz, tartalommal a szoftverek töltik meg. Némelyiket meg lehet venni, némelyeket viszont el kell készíteni. Ezt a témát bontotta ki az iskola igazgatóhelyettese, Bedőné Szalai Zsuzsanna. Az interaktív táblákhoz szerencsére általában a tankönyvgyártói készítenek olyan CD-ket, amiben a tankönyv feladatait feldolgozzák. Ezeket a feladatokat az órán a tanulókkal együtt közösen meg lehet oldani, de hát nem csak ilyen anyagok léteznek, hanem a tanárok saját maguk is tudnak anyagokat készíteni az interaktív táblához. Nyilván ez sok időt, energiát igényel, de hát akkor konkrétan ahhoz a tananyaghoz fog kapcsolódni, amit a tanár tanít, nem feltétlen csak a tankönyvhöz ragaszkodik szigorúan. Ilyen anyagokat a netről is lehet beszerezni, tehát a tanároknak vannak olyan közösségei, ahol a saját maguk által készített anyagokat meg tudják osztani, olyan platformok, ahova, hogyha föltölti a saját maga által készített anyagot, akkor a többiek által készített anyagokhoz hozzájuthat térítésmentesen, és akkor a saját óráira ezeket az anyagokat beviheti. Tehát gyakorlatilag végtelen tárház áll a tanárok rendelkezésére ahhoz, hogy az óráikat rendkívül színessé tegyék. De ha nem csinálnak ilyet, akkor a tankönyvekhez minden további nélkül készített, előre elkészített, kvázi konzervanyagokat is használni tudják. Hallottuk a tanárok megközelítését, de legalább ennyire fontos, hogy a diákok hogyan használják és mennyire élvezik az okostáblát. Hát ugye ez egy interaktív tábla, ami be van üzemelve ide, szóval ez ide van építve már több hónapja szerintem. Ugye jár hozzá egy interaktív érintő ceruza, szóval igazából bárki, aki oda megy, és a táblához odaérinti ugye a pálcát, az be tudja aktiválni azt, ami
ennek a történik, például meg tud nyitni alkalmazásokat, vele tud vele rajzolni, vagy esetleg be tud zárni ablakokat, tud húzogatni, mozgatni. A diákoknak mennyire előnyös ezen tanulni, mennyivel jobb, mint a régebbi hagyományos módszer? Ugye azért jó, mert egy tankönyvet ugyanúgy meg lehet nyitni online, így mindenki számára sokkal jobban látható. Nem lesz az, hogy valaki lemarad, mert amíg fenn van a táblán, nem kell többször elismételni ugyanazt, hogy mi a megoldás, sokkal egyszerűbb leckéket ellenőrizni, és ehhez hasonló dolgokat csinálni. Tehát igazából gyorsabb? Igen, így gyorsabb, sokkal praktikusabb, és hogyha valaki nem ért valamit, akkor ez van egy ilyen kérdőjel gomb is, például az interaktív tanulásnál, ami elmondja egy kicsit pontosabban, hogy mi az, ami hiba lehetőség, vagy mi az, ahol a szövegben meg kellett volna találni, hol kellett volna a szövegben megtalálni a megoldást. Melyik tantárnál a leghasznosabb? Mi főként angolnál szoktuk használni, most is szerintem az van éppen bekapcsolva. Ott van főleg ez a funkció, amit ki szoktunk használni, de ezen kívül biológián is, ott 3D modelleket lehet megnézni, és rövid interaktív videókat is lehet nézni rajta. Most őszintén, miközben ezt használjátok, a telefonokat is nyomkodjátok, ezt nem annyira? Nem, ezek általában úgy érdekesebbek, szóval a tankönyvnél jobbak, mivel például a Mozaiknak is van egy ilyen applikációja a tipikusan számítógépekre, ami szándékosan arra van kitalálva, hogy az órák interaktívak legyenek, szóval jó így látni és elképzelni egy molekulát így a képernyőn. Sokkal kényelmesebb, hogy fönt van, össze van rakva, és nem nekünk kell összerakni mondjuk az óra előtt, hogyha szükséges, és teljesen mindegy, hogy a tanárok megtervezik-e, hogy használjuk, vagy csak egy hirtelen ötlet, mindenképpen be tudjuk kapcsolni, és akkor használni tudjuk az órán. Őszintén a tanárok ügyesen használják? Megpróbáltuk mi is, könnyen beletanultunk, hogy ilyen kell kezelni, és a tanárok is teljesen jól kezelik, szóval. Gondolom, ti tanítjátok őket? Hát többször, mint ők minket, igen. Melyik tantárnál a leghasznosabb? Biológiánál főleg. Ott sokszor szoktunk PPT-t is nézni rajta, és meg szoktuk nyitni az online könyvet is. Ott pedig videókat és animációkat szoktunk nézni. Más tantárnál még hol tud hasznos lenni? Szerintem a nyelveknél főleg. Ott a hallott szövegértéseket szoktuk inkább ott nézni, és ugye ki vannak vetítve a feladatok, és így könnyebben tudjuk ellenőrizni. És akkor, hogyha megvan egy váz, hogy mi lett volna a megoldás, akkor onnantól még tudjuk hozzáfűzni a saját véleményünket, hogy a saját ötleteinket, hogy mi mit írtunk például a feladathoz. A tábla egy pályázat útján került az iskolába. Miért pont ide kerül ez a tábla? Cégünknél minden évben meghirdetjük az interaktív tábla programot, erre lehet jelentkezni a szülők révén. És egy itt tanuló diák szülője, aki a Denzóban dolgozik, ő jelentkezett erre a támogatásra. Így került ide az egyik tábla, 11 tábla került egyébként kiosztásba tavalyi évben. Mennyibe kerül egy ilyen tábla? Ez körülbelül olyan 370 ezer forintba kerül, ennek a felét a Denzó támogatja, és a másik felét kell az iskoláknak önrészből biztosítania. Ebből megkapják a táblát, tehát egy teljesen új modern táblát, valamint a beszerelését a táblának. Nem csak a diákok és a tanárok profitálnak a táblák használatából, hanem közvetve a jövő társadalma is. Szincsák Attila ügyvezető igazgató szerint óriási fejlődésre van szükség a munkaerő digitális képességei terén. Azért csináltuk ezt a programot, azért találtuk ki már évek óta, mert abba hiszünk, hogy a jövő az a digitalizációról szól. És azt látjuk, hogy az újonnan felvett kollégáknak a digitális képessége nincs ott azon a szinten, ahol már a mai ipar ezt elvárja. Ezért nem csak buslakodunk ezen a megállapításon, hanem teszünk is érte, úgyhogy ezért találtuk ki ezt a digitális tábla programunkat, hogy minél több iskolába, minél több nebulóhoz, minél több tanárhoz eljussunk azzal, hogy magát az oktatás, magát ezt a digitalizációs vonalat jobban emberbarát, ember közelibbé tudjuk tenni, hogy amikor kikerülnek a nebulók a nagy életbe, akkor már ne legyen nekik ez kihívás, hanem egy olyan eszköz tudjanak használni, amivel hozzá tudnak járulni a mindennapjaiknak, a munkájuknak az elvégzéséhez. Pontosan hol működik a program? Fehérváron környékén? Eleinte Fehérvárra koncentráltunk, viszont az elmúlt évben kinyitottuk a szinte, azt mondanám, hogy országos szinten, de azért ez így ebben a formában annyi van árnyalja, hogy az összes olyan kollega, aki nálunk dolgozik, az bárki bármilyen településről pályázhat, ahova az ő gyereke jár iskolába. Milyenek a visszajelzések eddig?
Az elmúlt időszakban nagyon jók lettek, amióta maga a háttér szolgáltatások is bővültek, ahogy itt említették a tanárok is, ahol azok a tankönyvkiadók, akik elkészítik hozzá a CD-t, vagy olyan felhő alapú rendszereket kezdtek el üzemeltetni, ahol a tanárok egymásnak meg tudják osztani az elkészített digitális tananyagot. Azóta ez nagyon nagy berobbant így az iskoláknak az életébe. Persze vannak tanárok, akik még a régi ortodox tanítási módokat használják, de azt látjuk, hogy egyre több iskolában, egyre több tanár rájött arra, hogy a mai fiatalságot egy ilyen digitális kiegészítéssel sokkal jobban tudják koncentrációra ösztönözni, mint a hagyományos régi megoldásokkal. Ez az okostábla már a 10. a Kodolányiban. Kérdés, hogy mi a cél, mennyit szeretne még szerezni az iskola? Minél többet szeretnénk természetesen, de ez financiális kérdés, pályázati kérdés, ahogy lehet próbálunk fejleszteni, fejlődni, úgyhogy több mint 20 termünk van, az lenne az ideális, ha mindegyikben lenne, úgyhogy igyekszünk szépen lassan minden lehetőséget megkeresni. A jövő tehát, legalábbis az oktatásunk jövője úgy tűnik az okostáblákban rejlik.